A továbbiakban megismételjük eddig elhangzott követeléseinket, aminek érdekében a kormány ma még igazán nem tett semmit. A devizahitelek teljes eltörlését, a forinthitelek átvizsgálását, a közüzemi cégekkel való szembeni fellépést, mert a közüzemi cégek szerződései is ugyanolyan rabló és egyoldalú szerződések, mint amit a bankok kreáltak. Követeljük a magyar lakosság teljes kártérítését, követeljük az önálló bírósági végrehajtó funkció megszüntetését és visszahelyezését az állami monopóliumba, és követeljük a faktoring cégek működési engedélyének azonnali megvonását. Sajnos az a helyzet, hogy ezek a bankok, nem csak a Lombard, hanem a többi külföldi bank is, de köztük az OTP is, aki több mint 70%-ban ugyanban már külföldi tulajdonban van, a faktoring cégeket használják arra, mint magáncégeket, hogy riogassák az állampolgárokat, telefonon zaklatják őket, megfélemlítik, és megfélemlítéssel kényszerítik őket rá, már akik tudnak, hogy a vagyontárgyaikat önként és dalolva adják át. Viszont ez a cselekedet, ez bűncselekmény, és ez szintén 5 évig terjedő börtönbüntetéssel jár. Mi megígérjük azt, hogy felnyitjuk az állampolgárok szemét, és egyre kevesebbszer fognak a faktoring cégek sikerrel járni egy-egy végrehajtási akciójukban. Ami nem végrehajtás, mert a végrehajtás csak az önálló bírósági végrehajtó rendelheti el, és azt is csak bírói végzés után. Önök úgy mitetik el az állampolgárok autóit, hogy egyszerűen egyoldalon felbontják a szerződést, majd megbíznak egy autószállítót, aki elszállítja az autót. Hozzá kell tenni, hogy az autószállító, ha nem is tudja, hogy lopást követel, de elkövette, és ezért a cselekményért neki is felelni kell. Egyszerűen nem fogjuk tovább tűrni, hogy elvigyék az autóinkat, majd még követelnek még 3 millió forintot, utána majd elviszik még a nagymama lakását is fedezettén. Hát egyszerűen mit képzelnek magukról, tisztelt hölgyek, urak és odabent? Egyszerűen a kedves dolgozóknak van még bőr az arcukon ilyen cégnél dolgozni, és elfogadni azt a bért, amit kapnak tőlük. A Júdás bérén dolgoznak és eladják a saját állampolgártársaikat. És akkor csodálkoznak, amikor ilyen demonstrációk zajlanak az intézményeik előtt, vagy ami 2 hete történt ugye a Lehel úton, hogy elszakad az embereknél a cérna, és akkor nehogy Isten egy-két bank berobban. Hát felhívom a figyelmüket arra, hogy nem mi vagyunk a bankrobbantók, sőt, nekem személyes meggyőződésem, hogy ez a bankrobbantás az politikai okból megrendelésre történt, de hogy előbb-utóbb sorozatban fognak ezek a robbantások bekövetkezni, ha nem fejezik be a kizsákmányolást, ez előre vetíthető. Úgyhogy kérjük önöket, hogy a magyar törvények betűnek betartása mellett fejezik be a kizsákmányolást, nem akarunk sem épületekben, sem emberéletekben kárt okozni. Mi nem azok az emberek vagyunk. Mi 2 éve járjuk az utcát, adjuk a petíciókat. A bankszövetség még idáig egyszer nem betemelőtt odáig, hogy azt mondja, hogy üljünk le és beszéljünk a civilek képviselőivel. Ez az egyik magyar hatalmi ág. A legerősebb hatalmi ág, pedig ugye a köztársasági elnöknek és a parlamentnek kéne a hatalmi ágat gyakorolni, majd a hatalmi ág végrehajtó szervének, a rendőrségnek. Én nem tudom, hogy miért nincsenek ezek a szervek a helyzet magaslatán. Miért hagyják, hogy állampolgártársaikat földönfutóvá tegyék? A rendőr kollégák között is többről tudunk, akiktől a devizahitel már tönkretette a családjukat. És még mindig szolgálják a rendőrséget, mert ha kilépnek, akkor nem lesz fizetésük. Nekem meg már a gyerekemnek nincs buszbérletre pénzem. Csak azért, mert vannak, akik mocskos Júdás pénzért képesek ezt az eltorzult hatalmat szolgálni. Na ebből volt elég, és ezért demonstrálunk. Nagyon köszönöm a sajtónak, hogy eljöttek,
és ismételten kérem önöket, hogy tartsanak velünk egész nap, mert a demonstráció igazi része bizonyosan fog kiderülni. Lehet, hogy megint nem vagyunk sokan, de akik itt vagyunk, elszántak vagyunk, meg vagyunk győződve az igazságunkról, meg vagyunk győződve arról, hogy a magyar törvények mellettünk állnak, és meg vagyunk arról is győződve, hogy akiknek ezeket a törvényeket be kellene tartatni, állandóan elbutyizzák a törvények betartását. Ugye, mert a Miki országában élünk. Majd erről még Tókolaci barátom fog beszélni, aki nem adom a házam mozgalomnak a vezetője, és nem adja a házát. És amiért nem adja a házát, meg mert azt mert mondani, hogy be fogja törni egy bank kirakatát, ezért rábélyegezték azt, hogy ő egy terrorista. Hát büszkén vállaljuk, hogy ilyen bajtársaink vannak, és tudjuk, hogy nem terroristák, hanem igazi szabadságharcos. És most odaadom neki egy picit a szót. Akár egy órán keresztül is mondhatok.